Amíg éppen emlékszem magára. Igen, ki maga? Leszel 9 hónapot. Rendhagyó módon kivetítőn nézték az évnyitó műsort a Garai János gimnázium diákjai. A koronavírus miatt ugyanis az iskolában csak az új diákoknak tartottak évnyitó ünnepséget az intézmény udvarán, így kívánták elkerülni a tömeg kialakulását. A diákok a nap során átvették a tankönyveiket, az osztályfőnöki órákon pedig megtudhatták a járványügyi intézkedéseket, például azt, hogy az iskola 513 tanulója 3 bejáraton keresztül juthat be az intézménybe egy kézfertőtlenítést követően. A közösségi terekben pont azért, mert a nagy diák létszám miatt nem tudjuk megakadályozni a folyosón a torlódást, elrendeltük a maszk kötelező használatát. Ugyanígy kérjük ezt a szülőktől is, ha az intézménybe érkeznek, illetve kértük azt, hogy a kapcsolattartás formája most egyenlőre legyen a már bevált digitális forma, e-kréta, illetve az e-mailek. Az osztályok, ha lehet, ne keveredjenek egymással. Szünetekben, ameddig jó idő van, mindenkinek kötelező, és még egyszer mondom, kötelező kijönni az udvarra, hogy az osztályokat fertőtleníteni és szellőztetni lehessen. Bátaszéken szigorú szabályok mentén tartották meg az idei évnyitót az intézmény udvarán. Itt a beszédeken a himnusz és szózat meghallgatásán túl az intézmény vezetősége ismertette a főbb változásokat. 2 bejáraton keresztül lehet belépni az iskolába kézfertőtlenítést követően. A korábbiaktól eltérően nem lehet napközben elhagyni az iskolát, a büfében, ebédlőben kötelező maszkot viselni és megtartani a védőtávolságot. A diákok azt mondták, hogy örülnek annak, hogy a hagyományos módon indult el az oktatás. A végzősök különösen tartanak a digitális oktatás újbóli bevezetésétől. Nagyon félek attól, hogy így nagyon nehézkes lesz leérettségizni, mert azért nálunk még mindig ugyanúgy itt van az 5 tantárgy, az előrehozott érettségék is, a nyelvvizsga, úgyhogy eléggé félek tőle, hogy mi lesz, hogyha visszatér az online oktatás. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézményében közel 70 gyerek kezdte meg első osztályos tanulmányait. A tanévnyitó ünnepe is rendhagyó módon zajlott, hiszen idén csak az elsősöknek és szüleiknek szólt a nyitóbeszéd. A vírushelyzet miatti intézkedéseket az előírásoknak megfelelően végezték el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy intézkedési tervet, mintát juttatott el hozzánk, ezt próbáljuk betartani, illetve ezt lebontva intézményre szabva protokollt készítettünk a szülők, pedagógusok, diákok, sőt a takarítók számára is. Fokozott fertőtlenítési munkálatok zajlanak, amit megelőzött már egy nagy nyári takarítás. Az új kisiskolásokat még a héten kísérhetik a szülők, de jövő héttől már nem léphetnek be az iskola épületébe. Hát ott a kapun még bejöhetnek a szülők, itt nem kérünk szájmaszkot senkitől. Ajtóig érkeznek a szülők a kisgyerekkel, és ott mi már várjuk a gyereket és átvesszük. A szülők nem, csak az érkező gyerekek léphetnek be reggelente a medinai Siókincse óvodába és bölcsödébe. Itt így védekeznek a vírus terjedése ellen. Bent a kicsik azonnal kezet mosnak, ahogy megérkeznek. A központi intézkedéseknek megfelelően be kell tartanunk nekünk is bizonyos szabályokat a COVID vírus megelőzésével kapcsolatban. A szülőket csak az ajtóig fogadjuk, tehát csak itt az ajtónál adhatják be a kisgyerekeket, mi ott átvesszük őket, a hazaadás ugyanígy történik. És a beszoktatós anyukák bejöhetnek természetesen a csoportba, szájkendővel, váltócipővel, és fertőtleníteni kell a kezüket. Medinán idén több mint 30 gyerek kezdte meg az óvodai és bölcsődei tanévet. Az intézmények fenntartását májusban vette át az önkormányzat, ők már nyáron elkezdtek készülni a járvány második hullámára. Egész nyáron készültünk a járványra, nem nagyon ért váratlanul bennünket. Nyilván fölkészültünk itt is az iskolába is, önkormányzati szinten, és a tananyagi szolgálatot is fölkészítettük, hogy bármikor jöhet egy rendkívüli, akkor mi készen állunk erre. A 2020-21-es tanévet mintegy 1,2 millió diák kezdhette meg.